Tóth Gézára, az évszázad vasmegyei sportolójára emlékezünk mindig ilyenkor, amikor a Tóth Géza emlékversenyt rendezzük. A Tóth Géza emlékverseny immáron sorban a hetedik lesz az idei évben. Puskás Tivadar polgármester ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg azt a sajtótájékoztatót, melyen a 7. Tóth Géza emlékversennyel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatták az újságírókat. Az elmondottak alapján eddig összesen 60 nevezés érkezett az erőfelmérőre, melyen több korosztályban mérhetik össze tudásukat, felkészültségüket a súlyemelők. A 2000 euró összdíjazású verseny jelentőségét növeli az a tény, hogy a legjobbak bekerülhetnek a márciusi Európa-bajnokságra utazó magyar válogatottba. Erre a szombathelyek közül Gyűrűs Barbarának, Bazsó Biankának és Boros Viktóriának van komoly esélye. Márciusban van az Európa-bajnokság, Isten igazából, hogy ki fog utazni, az majd ezután a verseny után fog eldőlni. Jelen pillanatban három versenyzőnk száll ezért harcba, hogy kik vehessenek részt ezen az Európa-bajnokságon. Az emlékversenyt első alkalommal rendezik meg a Ladás új súlyemelő termében, melyet az érdeklődők a Bartók Béla utcai bejárat felől közelíthetnek meg. A korosztályos viadalok vasárnap reggel 9:30-kor kezdődnek, míg a legnagyobb érdeklődéssel várt versenyszám, a felnőtt női kategória délután 15 órakor kerül sorra.